Filmforgatásra készült eredetileg a darab rendezője, Tolnai Szabolcs, az élet azonban átírta a forgatókönyvet. Ahogy kezdtek mind többen jönni, én egyre inkább háttérbe szorult az a történet, amiről én akkor filmet akartam csinálni, meg amin gondolkoztam, és egyre inkább ők átvették a helyét. Tehát, hogy egyszerűen lényegesebbnek éreztem, hogy róluk kellene beszélni, vagy az ő történetüket sokkal időszerűbbnek, mainak, fontosabbnak éreztem, és egyszerűen elkezdtem velük foglalkozni, és végül is egy előadás készült ebből, ez lett a vége. A színészek testközelből figyelték meg a környékükre érkező migránsokat. Így próbálták megérteni érzéseiket és gondolkodásmódjukat. A darabban sok a rögtönzés. Nagyon színes volt a próba folyamat, és egy nem szokványos próba folyamatról van szó. Tulajdonképpen úgy indult az egész, hogy olvastuk a Jelenések könyvét, Mózes könyvét, ebből állítottunk össze haikukat, és azután, amiket mi írtunk, és a haikuknak ezekből az egyvelegéből, illetve sajátságos ilyen intuíciókból raktunk össze képeket, amikből később jelenetek lettek, és így rétegződtek egymásra. Az előadás bemutatója október 30-án pénteken este 7:30-kor lesz a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban.